Na jó, mi a fasz? Na sziasztok emberek, én Dreamwolf vagyok, és most bemutatom nektek a legújabb Chaego frissítést, ami engem nagyon is meglepett. Hiszen bekerült egy új fegyver, ami eléggé érdekes a Chaego világában, és valami eszméletlenül hatékony. Mint köztudott, jött az új láda, rengeteg új szép skinnel, és persze ismét rontottak a gépkarabélyokon és a pisztolyokon, mert ez mindenkinek hiányzott. Valamint bekerült még egy ilyen Killer Cam nevezetű visszajátszás dolog, amiben láthatjuk, hogy lőttek le minket, pontosan úgy, mint a kodokban. De kezdjük is a legfontosabb frissítéssel, ami az új pisztoly, az R8 Revolver. Ezt a pisztolyt az öreg Desert Eagle helyett lehet felszerelni, hihetetlenül erős fegyver és sima lövéssel, eszméletlenül pontos, viszont lassú. Másodlagos tüzelésben viszont gyorsan lő, de annyira pontatlan, hogy örülsz, ha 5 méterről eltalálsz valakit. Na de lépjünk is tovább, hiszen bekerült az új láda, ami a Revolver kész névre hallgat. Nagyon szép skinek vannak benne, ha jól tudom, új kés nem jött, de most nekünk elég is a Revolver. Ugyanúgy, mint a Glocknál itt is bekerült a Revolver Fade, ami ugyanúgy nagyon drága és egyben rohadt jól néz ki. Bekerült egy Killer Replay nevezetű dolog is, amiben visszanézheted, hogy hogyan lőttek le téged az ellenfél szemszögéből. Könnyed és rombolás módban elérhető eddig. Na de nézzünk is bele az új játékmeneti frissítésekbe. Ami először szembe tűnik, hogy versengőn egy kör 1 perc 55 másodpercet tart 2 perc helyett, és a bomba 40 másodperc után robban fel 45 helyett. Valamint időt lehet kérni taktikai megbeszélésre, ez maximum 60 másodperc lehet. És igen, sajnos, ismétlem sajnos, a pisztolyok pontatlanabbak lettek mozgás közben, a puskák, mint az M4 és az AK-47 kicsit másabb visszarúgással rendelkeznek, ami nem túl jó nagy távolsprayelésre. Ennyi is lett volna ez a videó, írjátok meg kommentbe a véleményeteket erről az újításról. A leírásban megtaláljátok a linket, ahol mindent megtudhatok az update-ről. Ha akarsz még több videót látni tőlem, iratkozz fel a csatornámra. Dreamwolf voltam, további szép napot!